Tisztelettel köszöntöm az Európa Televízió kedves nézőit a Jogháló című műsorsorozat mai adás alkalmából. Engedjék meg, hogy a mai adásunk exkluzív vendégét bemutassam önöknek. Tisztelettel köszöntöm Horváth Csaba urat. Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy befáradt, és akkor pár mondat erejéig engedje meg, hogy a kedves nézőinket tájékoztassam arról, hogy amellett, hogy ön a Fővárosi Közgyűlés MSZP frakcióvezetője jelenleg, milyen tisztségeket töltött be, amelyek tekintetében közszereplő volt és köztisztséget viselt. Ha esetleg tévednék, akkor tisztelettel kérném, hogy korrigálja. Nos, a Horváth Csaba úr a országgyűlési képviselő volt 2002-től 2010-ig, így van, ugye? Igen. Ezen kívül a Budapest kormánybiztosa volt, ez még a Bajnai kormány alatt volt. Azon kívül főpolgármester helyettes is volt 2007-től 2009-ig, és végül a budapesti második kerület polgármestere volt 2002-től 2006-ig. Correct. Ez így helyes, correct, ugye? Nos, a tisztelt frakcióvezető úr, hát még egyszer megköszönöm, és a kedves nézőink nevében is megköszönöm, hogy személyesen elfáradt hozzánk, és hát a beszélgetésünk lényege ennek a közel 2 milliós fővárosnak a jelenlegi helyzete, az önkormányzati tisztségviselőnek a tapasztalatai, szakismeretei alapján, melyekkel kapcsolatban remélem, hogy be fogja avatni kedves nézőinket azon kérdések közepette, melyekkel kapcsolatban én hát tájékozódni szeretnék önnel kapcsolatban, mint frakcióvezetővel. Nos, az első kérdésem az lenne, hogy a Fővárosi Önkormányzat vonatkozásában számos alkalommal sajtótájékoztatóra került sor az M3-as metró helyzetével kapcsolatban. Számos olyan nyilatkozat történt szakemberek részéről is, akik azt mondták, hogy lassan elérkezik majd az idő, hogy az M3-as metró majdhogy nem életveszélyes lesz, és elkerülhetetlenné válik ennek a rekonstrukciója. Most ezzel kapcsolatban mit tudna a kedves nézőnknek tájékoztatást adni? Megerősíteni tudnám csak, hogy a 3-as metró helyzete az kritikussá vált, éppen ezért került előkészítésre ennek a felújítása, ami még azért korán sem tartott, hogy arról tudjunk beszámolni, hogy már valamilyen folyamatban lenne, de az tény, hogy a 3-as metróval komoly műszaki problémák vannak, mind az alagút struktúrájában, szerkezetében, beázások, korrózió és nem mellesleg a szerelvények előregedettsége és műszaki problémái, ami miatt két projekt van előkészítve, az egyik az már halad a maga útján, ott egy közbeszerzési győztes az eredeti orosz metróvagonoknak a gyártója egy teljes minőségi új felújítást vállalt, ennek a szerződése van folyamatban, tehát mondjuk nagyjából ez az, amire lehet számítani, hogy meg fog történni, két és fél éven belül új szerelvények lesznek a 3-as metró alagútjába. Hát a rosszabb hír az igazából a folytatásban van, igen, hogy viszont még nagyon messze vagyunk attól, hogy elkezdődjenek a munkálatok a műszakilag leginkább érintett állomásstruktúrában és alagutakban, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy meg is kellene hosszabbítani a 3-as metrót egészen Káposztásmegyerig, hogy be tudja tölteni azt, igen, a hálózati szerepet, amire szükség van. Tehát tulajdonképpen most egy előkészítő szakasz előtt állunk, és hát ugyan a szerelvényeknek a felújítására megvan már a forrás, ugyanakkor a 3-as metró felújítására viszont nincs. Ezt Európai Uniós forrásból szándékozik a főváros a kormányzattal közösen megoldani. Mekkora összeg lenne ez, amit az Európai Uniótól kívánok? Hát 125 milliárd forintra gondol a kormány és a főváros. A mi számításaink szerint e fölött lesz nagyjából egy 40-45 milliárd forinttal a kivitelezés költsége. Többek között most abban van vitánk a főváros vezetésével, a fideszes vezetéssel, hogy ugyan egy nagy rekonstrukció készül, de ki akarják hagyni belőle a kismama és mozgássérült lejutási lehetőséget biztosító lifteknek a kialakítását. Ez egy több milliárd forintos, tehát több 10 milliárd forintos tétel az összes állomásra vetítve, de azt gondolom, hogy egy 21. századi metróhoz, ha már egy nagy felújításon esik át
közel 40 éves üzem után, akkor joggal várható el, hogy akkor az korszerű módon történje meg. Tehát ebben még van vita, de hát ez egyúttal pénzkérdés is. Ja, még egyet azért megkérdeznék ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen a tájékoztatását, a szakmai tájékoztatását. Nos, az M3-as vetró vonatkozásában nem egyszer történtek olyan, hangsúlyozom, szakemberek, illetve szakértők által történő nyilatkozatok, melyekkel kapcsolatban tényleg fel kell tenni azt a kérdést, hogy jelenleg az utazó közönség számára jelente bármilyen veszélyt, vagy akár csak a későbbiekben belátható időn belül jelenthet-e bármilyen veszélyt az utazó közönség számára az utazás, amennyiben ez a teljes rekonstrukció meg nem fog történni? Hát erre a válasz, a nagyon őszinte egyenes válasz, hogy nem tudom. Azért nem tudom, mert ugyan készülnek ezzel kapcsolatos jelentések, ezeket viszont a főváros vezetése titkosítja, tehát nem publikálja, nem teszi közzé, márpedig nyilván az utazó közönséget is megnyugtatna, hogy ezek hozzáférhetők lennének, és feketén-fehérrel látnánk leírva, hogy ugyan kritikus az állapota, és beázások vannak, és korrózió van, de ennek ellenére a műszaki napi működéshez a feltételek biztosítva vannak. A főváros vezetése időről időre kiáll, és azt mondja, hogy nyugodjon meg a főváros lakossága, higgyük el, hogyha bármi komolyabb műszaki probléma lenne, ami már életveszélyt jelentene, akkor megállítják. Ezt ha akarjuk, elhisszük, ha akarjuk, aggódunk. Én sokkal kevésbé aggódnék, hogyha ezek a jelentések nyilvánosak lennének, és magunk győződhetnénk meg arról, hogy valóban kellően biztonságosak ezek, de mondjuk úgy, hogy előlegezzük meg, és bízunk abban, hogy a főváros vezetése ebbe nem állít valótlant. Igen, most anélkül, hogy itt szőröznék, már ne haragudjon frakcióvezető úr, mert ez egy nagyon érdekes dolgot, amit itt most említett, hogy ezek titkosítva vannak. Hát az utazó közönségre vonatkozó bármilyen közvetett vagy közvetlen veszélyet, azt hogyan lehet titkosítani? Most a titkosítást azért ne szó szerint értsük, tehát nem az államigazgatásban szokásos titkosítás, ahol a dokumentumot alássák 50 méter mélyre, meg azt is, aki kezelte az adatot, hanem itt arról van szó, hogy ezeket a jelentéseket nagyon-nagyon szűk körben mutatják be, és ez önök nem férnek hozzá? Nem férünk hozzá, mi, mint a főváros képviselői nem férünk hozzá, kérésre sem férünk hozzá. Volt erre kérés egyébként önök részéről? Volt. Ehhez nem férünk hozzá, és innentől kezdve azért nagyon gyanús, tehát hogyha van egy jelentés, ami azt támasztja alá, mondjuk, amit a városvezetés állít, hogy minden rendben van, és ugyan vannak műszaki problémák, de urai a helyzetnek, és naponta megoldják azt a legégető probléma halmazt, ami ahhoz kell, hogy biztonságban utazzanak a budapestiek, akkor azt gondolom, hogy a bizalmat biztosan erősítené, hogyha ezek a jelentések hozzáférhetők lennének, és elsősorban itt az utazó közönségre gondolok. De mondom, ettől függetlenül bízzunk abba, hogy ebbe nem hazudik senki, és amit állítanak, az a valós. Ettől függetlenül lehetnek balesetek, mert sajnos egy ilyen helyzetben már lehet. Ugye azt kell tudni, hogy a 3-as metró felújítása az utolsóként maradt a három másik vonal mögött. Tehát először 94 és 97 között az 1-es, vagyis a kisföld alatti, amit 1-es metrónak hívunk, annak a felújítása történt meg. Aztán 2004 és 7 között a 2-es metrónak a felújítása történt meg, és ezzel részben párhuzamosan indult a 4-es metró építése, ahol a szerkezetépítés befejeződött 2010-re, de a tényleges befejezés, az átadás az már 2013-ban ért véget. Tehát azt lehet mondani, hogy ha elfogadjuk azt, hogy egyszerre két nagy beruházás nem történhet a városba, mert így is látjuk, hogy amikor ennél jóval kisebb volumenű beruházások vannak, akkor ez milyen felfordulást okoz az itt élőknek, akkor be kellett várni ebből kifolyólag, be kellett várni, hogy ezek a metró felújítások elkészüljenek, és ezt követően kellett volna, és itt van persze egy 2-3 év lemaradása a jellegi városvezetésnél, mert ha már előkészítették volna, akkor 2013-ban ez a munka elindítható lett volna. Na most ezt a munkát nem végezték el időbe, és most tulajdonképpen ezért kullogunk az események után, úgyhogy nem tudjuk még a forrását, és nem tudjuk, hogy mikor kezdjük pontosan a munkálatokat. De az látszik, hogy ez az önkormányzati ciklus nagyjából végéig ki fog tartani, jó eséllyel nem csúszik át. Nos, hát én nem kívánok vészmadár lenni, de azért, mint fővárosi
hogy mondja a polgár, aki ugye rendszeres jelleggel a BKV járatokon szokott utazni, nem beszélve ugye a metrón, én is ugye minden nap utazom, hát azért nagy valószínűséggel nem csak engem, hanem sok százezer honfitársunkat, beleértve a kedves nézőinket is valószínűleg érdekli, hogy az M3-as metrónak mi lesz a jövője. Most induljunk ki abból frakcióvezető úr, tegyük föl, de hangsúlyozom, nem kívánok vízmadár lenni, tehát ezt csak elvi jelleggel mondom, hogy mi lenne akkor, amennyiben a főváros nem lenne abban a helyzetben, hogy olyan anyagi erővel rendelkezzen, hogy ezt a rekonstrukciót elkezdhesse, de már az amortizáció és az ezzel kapcsolatos járulékos problémák már olyanok, hogy több mint veszélyes lenne az utazóközönséget beengedni az M3-as metróba. Tegyük fel ezt a helyzetet, hangsúlyozom, nem vészmadárként mondom, és az remélhetőleg soha nem fog bekövetkezni, de mi van akkor, hogyha esetleg egy ilyen vízmajor helyzet történne? Önök tudnának egy olyan, hogy mondjam, kiegészítő tervet a Fővárosi Közgyűlésnek is felajánlani, amelynek felhasználásával hát az utazó közönséget olyan nagy megpróbáltatás nem érni a fővárosi közlekedésben? A helyzet az, hogy a 3-as metrónak nincs alternatívája. Tehát, hogyha most játszunk el a gondolattal, bekövetkezne egy olyan esemény, ami miatt gyakorlatilag megáll magától, legyen az egy, mondjuk ne legyen, de egy baleset, vagy bármilyen egyéb műszaki probléma, ami ezt elő kikényszeríti. Abban az esetben a város, hogyha erre nincs felkészülve, akkor megbénul egyik napról a másikra. Tehát akkor ez egyértelmű. Egyértelműen megbénulna, ugyanis az a több százer utas, aki naponta igénybe veszi a 3-as metrót, más alternatív közlekedéssel nem igazán rendelkezik, főleg ebben a volumenben nem. Tehát ha kiesik a 3-as metró, hogy azt nem mondjam, nincs elég busza, hogy helyettesítő pótlóbuszokkal ezt az utasforgalmat elvigye. Ahhoz a korábbi számítások szerint kb. 300 plusz buszra van szükség, hogy a teljes vonalon, hogyha ez egy időben történik a rekonstrukciója, a teljes vonalon ki tudja váltani, el tudjuk képzelni, 300 busz az azt jelenti folyamatos mozgásba, hogy majdnem egybásba érnek a buszok orrai, és el tudjuk képzelni, hogy ez milyen többletterhelést jelent a város közútjain, tehát nyilvánvalóan a buszsávokba álló és csorgó buszokat jelentett. Ezért is most egy ütemezett és szakaszolt, tehát néhány megállónként haladó felújítás van betervezve, hogy elég legyen 150 ilyen kiegészítő busz, és kisebb fennakadást okozzon. Most van még egy, a pénzről beszéltünk, mert szerintem az egyik fele, hogy műszakilag és magát a projektet korszerűsítésben a lehető legjobbra tervezze a város. Ennek az a feltétele, nem teljesült, hogy időbe kezdje el a munkát, de mindegy, folyamatában vagyunk. És van egy másik fontos feltétele, a pénzügyi forrás, amit ön is említett. Azért itt van egy rendkívül felháborító momentum, és itt a kormányt kell elővennem. A budapesti polgárok naponta 18 milliárd forint adót fizetnek. 18 milliárd forint. Erre lehet azt mondani, hogy kevés vagy sok. Ez évente 5500 milliárd, ez a GDP-nek, tehát a teljes hazai terméknek, összterméknek a 40, több mint 40%-át termelik a budapesti polgárok és az itt dolgozó polgárok. Igen. Mert nagyon sokan járnak be az agglomerációból itt jól teljesíteni. Na most a helyzet az, hogy ezért a 18 milliárdért cserébe alig kapunk valamit. Tehát a főváros nagyjából 1-1,5 milliárd forinttal gazdálkodik naponta ebből az adóhányadból, tehát ha úgy tetszik, kb. 90 az államkasszával, tehát ebből lesznek a stadionok. Uh-huh. Ebből lesz a Budai Várba költözés, ebből lesz sok minden, aminek egy részét, stadionok, aminek egy részét lehet vitatni, de a sürgősségét mindenképpen lehet vitatni. Itt van egy helyzet, 40 évente sor kell, hogy kerüljön a város egyik legfontosabb közlekedési elemének a felújítására, ez a 4-es metró. Nem lehetett volna 20 éve felújítani, akkor még túl fiatal volt hozzá, aki nem emlékezett. Már a 3-as, ugye? Már a 3-as. Mert hogy például 90-ben került átadásra az utolsó, az újpesti állomásai, tehát hogy még azt sem mondhatnám, hogy minden része egyenletesen öregedett el, mert vannak újabb részek, és vannak idősebb részek. Viszont, hogy 40 évente külön harcolni kelljen akár a mindenkori kormánnyal, de jellegivel különösen, hogy kapjuk meg abból a 18 milliárdból azt a néhány napi részt, mert itt most tulajdonképpen
5 napi pénzről beszélünk. Igen. 5-6 napi pénzről, amire szükség lenne a 3-as metró felújításához. Ez 90 milliárd lenne akkor? Hát ez körülbelül? Nem, ez 125 100. milliárd, tehát azért mondom, hogy inkább 6 nap. Aha. 6x 18 az 120 tehát milliárd. Tehát ehhez képest nem csillagászati összeg, nem hogyha a napi 18 igen, milliárd. Igen, tehát mondjuk, akkor legyünk nagyon nagy vonalon. Igen. Egy heti, a budapestiek egy heti adóbefizetése kellene ahhoz, 40 évente, igen, hogy teljes mértékben korszerűsíteni tudjuk a 3-as metrót. Uh-huh. És ehhez képest megy a könyörgés, de ennél sokkal kisebb tételt is, hogy mondjuk, ha már a közlekedésnél igen tartunk, ott van a BKV működési finanszírozása. Tehát ott kormány, az konkrétan 2 napi adóbefizetésünkkel uh-huh kurtította meg a fővárost, amilyen sajnos a jellegi vezetés asszisztál, és most arról a 15 és 40 milliárd forintról vitatkozunk, amit egyébként a kormány tényleg kivont a közlekedésből, azzal, hogy a főváros oldja meg maga. Amire nyilvánvalóan, hogyha öntől elveszik a bevételét, igen, azzal a felesége gazdálkodik, de önhöz mennek, mondjuk, hogy még azt a kiló krumplit meg kéne venni, hát akkor én csak azt tudja mondani, hogy hát kérem, a feleségemnél van a kassza kulcsa, legyenek szívesek hozzáfáradni. Itt is ez a helyzet. A kormány elveszi Budapest összes pénzét, ellenben a költésnél nagy vonalon mutogat ránk, azaz a fővárosra, hogy hát jó, igaz, hogy hozzám folyik be az az 5500 milliárd, de hát ti ezt oldjátok meg közvetlenül. Na most azért meg kell, hogy kérdezem, lévén ugye ön mégiscsak frakcióvezető a fővárosi közgyűlésnél, hogy hát a közgyűlés tagjainak semmilyen joguk, lehetőségük nincs arra, hogy ezt a hatalmas összeget, mert azért a napi 18 milliárd, az mégiscsak egy hatalmas összeg, hát ennek a folyamatát, hogy hova áramlik ez a pénz, semmi joguk nincs arra, hogy rálássanak, vagy ezzel kapcsolatban kikérjék a... De hát ezt pontosan tudjuk, hogy hova folyik be. De hát ebbe sokféle, az összes adónemben arányosan ebben a 40%-ban, igen, a budapestiek teljesítményében van az SZIA-ban, ÁFA-ban, tányában, mm-hmm, tehát az összes iparűzési mm-hmm adó, tehát az összes létező adó nem. Csak a felhasználásban nincs. Csak a felhasználásban, tehát mi nagyon transzparensen látjuk, hát ott vannak az országgyűlési jelentések, abból tudjuk, hogy mennyi mm-hmm folyik be az államkasszába, csak az elköltésébe mm-hmm gondolja azt a kormány, hogy ebbe már Budapestnek nincs beleszólása. Mm-hmm. Már a budapestiek ügyében nincs. A budapestiek ügyében, a budapestieknek nincs beleszólása. Hát igen. Na hát akkor menjünk tovább, ha már itten elmetróztuk a ugye kérdés felelete. De egyébként van egy szellemes megoldás, igen, a 3-as metró problémájára is, mert ugye látjuk, hogy a kormány sportberuházásokat viszont szívesen bonyolít, ezért én már javasoltam, hogy át kellene nevezni a 3-as metrót valamilyen foci stadionnak, és akkor ebben, igen, az esetben akár azt a 120 mm-hmm milliárdot is nagyon gyorsan előteremtenék. Értem. Majd erre is majd rátérnék a későbbiekben, de azért menjünk tovább, ugye itt már szóba került a Budai Várnak a rekonstrukciója, ami egyértelműen a jelenleg regnáló kormánynak, azaz Orbán Viktor miniszterelnök úr vezette kormánynak, hát nagy valószínűséggel a szívügye, hogy a Várkert rekonstrukciói mindannyian tudjuk. Most elvileg ennek minden budapesti kell, hogy örüljön, hangsúlyozom elvileg, hogy a fővárosunk szépül, hogy egyre tisztább, egyre jobb. Szóval nem is ez a kérdés. Gyakorlatilag is tudunk kerülni. De számos egyéb és elkerületlen kérdést von ez maga után. Nos, a Budai Vár rekonstrukciójával kapcsolatban tudna esetleg egy-két részletet elmondani? Igen, de azért egy nagyon fontos dolgot szögezzünk le. Igen. Én még azt sem vitatom feltétlen, hogy, és itt a Budai Vár egy sokkal minőségibb választás, de igen, hogy akár egy stadionra szükség van. Igen. Vagy a Budai Vár felújítására szükség van. De azon már lehet vitatkozni, hogy egy kormánynak egy királyi palotába kell leköltöznie, akkor, amikor egyébként a gazdasági folyamatok ezt nem indokolnák, vagy akkor stadionra kell lekölteni előbb, mint például kórházra vagy iskolára. Azt gondolom, hogy ez már egy olyan kérdés, amit egy fejlett érzékkel rendelkező magyar nép el tudna dönteni. Tehát ha például a népszavazás lenne arról, amit a kormány nem enged, hogy a prioritásokat, tehát hogy mire költsünk előbb, igen, mire költsünk előbb, hogy az egészségügy dolgozók bérét emeljük-e meg azért, hogy ne vándoroljanak külföldre, hogy ne a müncheni klinikákon legyenek 100%-os telítettségi osztályok, már a munkaerővel föltöltött osztályok, hanem esetleg itt Budapesten és Magyarországon se ürüljenek ki az egészségügyi intézmények.
hogy az oktatási intézményeinkben legyen elég pénz arra, hogy most már megint a kréta problémánál tartunk. Hogy kapják meg a pedagógusok azt a pénzügyi elismerést is, ami a szakmai elvárásokhoz társulna. Tehát, hogy tegyünk már rendet a fejekbe meg az ország dolgaiba, hogy azokra költsünk először, amire az itt élőknek szüksége van. Fő kérdés az, hogy van-e joga beleszólni egy állampolgárnak abba, hogy mit tart legfontosabbnak és legsürgősebbnek. Igen. Hogy például az egészségügyi dolgozók fizetésének a rendbetételét azért, hogy legyen ápoló, legyen orvos, az oktatás napszámosainak, az oktatóknak, a pedagógusoknak a fizetésének a rendbetételét, az intézmények felújítását tegyük-e rendbe azért, hogy egyébként a jövő, ami a képzésben van, mert Magyarország, igen, bízom benne, hogy nem a napszámosok országa lesz a jövőben, hanem a kiművelt emberfőké, de ez viszont korszerűen működő iskolákra van szükség, nem pedig egy olyan struktúrára, ami le van egyszerűsítve, és minél kevesebbeknek, igen, teszi lehetővé a képzést. Tehát, hogy ebben van egy nagyon komoly vitánk a kormánnyal és a jelenlegi politikai vezetésével az országnak, igen, mert hogy mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos kérdések ezek is, akár a Budai Vár, de még akár egy stadion is. De ez már a hobbi kategória egy kormányzás szintjén. Tehát az elsődleges, hogy a nemzet szintjén a nemzet dolgozói és a polgárai kiszámítható körülmények között normális életet élhessenek, ez az első. És hogyha egyébként ezen felül még mindig marad pénz és lehetőség, akkor lehet építeni a Budai Várba Királyi Palota felújítása magának kormányzati negyedet a kormányfőnek, lehet stadiont építeni felcsúton, ez se zavarna, lehet kisvasutat is építeni, igen, hozzá, meg kerti törpéstavat, de akkor, hogyha egyébként az állampolgárok érdekei nem sérülnek. És nyilván önt is kevésbé zavarná az a sok hiány, amit tapasztalható, hogyha kilépünk az utcára, hogyha egyébként nem látná azt, hogy mondjuk a közmédiába 80 milliárd forintot gond nélkül beöntenek zsákszámra, függetlenül attól, hogy nézi-e valaki azokat a formátumokat, vagy nem. Tehát itt a józan belátás és párbeszéd az, ami nekem leginkább hiányzik, mm-hmm, hogy ezeket az elsőbségeket, prioritásokat közösen megbeszélve, mm-hmm, kezelni tudjuk. Tehát magyarán a szociális és az ezzel kapcsolatos egészségügyi és a közjó szolgáltatások és az ellátások. Azt mondom, hogy egy mindenkori kormánynak legyen az akár baloldali vagy jobboldali, az elsődleges feladata az lenne, hogy a közjót szolgálja. Az eskü szövege ezzel kapcsolatban nem egy alkalommal önök a fővárosi közgyűlésen, hogy is mondjam, csak a szavukat hallatták? Természetesen nagyon sokszor hallattuk a szavunkat, és még nem is a fővárosi közgyűlés terepe az, ahol ebben a legtöbb probléma van. Igen. De hát mindig a fejétől bűzlik a hal. Uh-huh. Itt is gyakorlatilag, ha már az önkormányzati rendszerről beszélünk, az a helyzet, hogy az állam magához vonja az önkormányzat jogosítványainak nagy részét, és a pénz szinte teljes egészén, uh-huh, és azzal a nagyon maradék kis önkormányzatisággal jól vagy rosszul boldogulnak a helyi kis földes urak. Legyen az akár egy, igen, fővárosi szint, vagy egy kisebb település, igen, szintjén. Még nagyon röviden ezzel a Budai Vári rekonstrukcióval kapcsolatban, ez egy nagyon izgalmas kérdés, még mielőtt a következő reklám jön, nagyon gyorsan megkérdezném, ugye abban az esetben, amennyiben a kormányzat valóban hát székhelyként kívánja ugye a Budai Várat használni, úgy automatikusan elengedhetetlen és elkerülhetetlen olyan hatalmas műszaki és egyéb jellegű, hát ehhez én nem értek, de nyilvánvaló, a kormányzat mindennapi működéshez olyan beruházások, amelyek,
Hát nem két fillér, nagy valószínűséggel, ugye? Többek között erre is gondolt, hát ez, ez 100 milliárdos nagyságrend, most beszélnek kisebb igen. projektekről, de ez összességében egy 100-150 milliárd forintos projekt, igen. aminek a legnagyobb baja, amellett, hogy egyébként a budai vár épületeire is arra rá is fér, némi szint visz és felújít, de ugyanakkor a nagy közönség elől ennek jó rész elzárásra kerülne. Tehát ami ma látogatható, az a kormányzati funkció okán elzárásra kerül. Tehát nem gazdagodik például ebben az értelemben a turisztikai látványosság, hanem zsugorodik. Ebben az értelemben is vitatható. Igen. És most jön a következő reklám. Nos, befejezném akkor a budai várral kapcsolatos rekonstrukciós kérdésfeltevést. Arra önök nem gondoltak esetleg, hogy hát egy ilyen helyzetben, hangsúlyozom, nem a budai vár rekonstrukciója itt a fő kérdés, hanem hogy a kormány oda költözene, hogy esetleg megkérdeznék-e a budapesti polgárokat, hogy ezzel ők egyetértenek, érdekükben áll, szimpatizálnak-e ezzel, vagy sem. Ez igen, de a kérdést én úgy tenném föl, hogy ha már az elején a 3-as metró felújításáról és az esetleges pénzhiányról beszéltünk, nekem budapesti polgárként ez a kérdés úgy jön elő, hogy kérem, tisztelt budapesti polgárok, önök szerint melyik projektet kellene előbb megvalósítani? Építsük-e meg a budai várat a kormány szájaíze szerint, hogy beköltözhessen Orbán Viktor a budai királyi palotába? A válasz, B válasz, előbb újítsuk fel a 3-as metrót, hosszabbítsuk meg Káposztásmegyerig, és ha ezen a beruházáson túl vagyunk, akkor második projektként mehet a budai vár. Tehát nekem ez valahogy így tevődik fel, és amikor arról beszélünk, hogy az elsőbségeket el kell helyezni térben, igen. időben, akkor ez valahogy így néz neki. Uh-huh. Jó, hát köszönöm szépen, azt hiszem ez egyértelmű, ahogyan ön a kérdést, feltevést megfogalmazta. Nos, menjünk akkor tovább. És akkor frakcióvezető úr, szeretném megkérdezni, gondolom ön is látja nap mint nap, és ez már nem egy hete, nem két hetet tart, hogy a fővárosi közlekedési gócpontokon nagyon sokáig, most nem kívánom részletezni, hogy melyek azok, de szinte tarthatatlan volt a helyzet, a közlekedési káoszok voltak, a különböző beruházások miatt útakadályok voltak, és a többi, és a többi. Ezzel kapcsolatban egyértelmű az a tendencia, hogy a fővárosnak a gócpont, tehát a közlekedési gócpontoknak a rekonstrukciója az gyakorlatilag radikálisan megkezdődött. Hogy ezek szükséges felújítások-e, avagy sem, én nem tudom, ebben nem tudok nyilatkozni, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de minden esetre ez sem két fillérbe kerül. Ezzel kapcsolatban tudna esetleg pár szót és tájékoztatást adni számunkra? Igen. Ott kezdeném, hogy ezek a beruházások természetesen fontosak és hasznosak. 99%-ban Európai Uniós forrásból igen. történik, hogy, tehát sajnos saját forrásból ezek nem lennének lehetségesek. De arra már semmi nem kötelez bennünket, hogy mindent egyszerre. És van, amikor állampolgárok azzal a rossz érzésükkel keresnek igen. meg, hogy úgy érzik, amikor ők reggel, hogy valaki reggel a városházán fölkel, ránéz a térképre, és azt látja, hogy valahol még nem bontották fel az utat, és oda gyorsan kiküld egy brigádot. Nyilván talán nem ennyire rossz indulatú a város vezetése, de az tény, hogy lehet bennünk egy ilyen érzet, hogy mintha minden egyszerre történne. És ennek az okait is tudhatjuk, mert a főpolgármester bevallotta ezt nekünk a közgyűlésben még áprilisban. Két iskola van, az egyik iskola szerint az ilyen beruházásokat
térben és időben, tehát hogy földrajzilag egyre kevésbé akadályozzák az itt élők mindennapi életét, úgy helyezik el, hogy befejeződik egy beruházás, és azt követően kezdődik egy másik, ami hatással van annak a környéknek a közlekedésére. Ez az egyik lehetőség. Ez időben való elhúzódást jelent, ugyanakkor kevesebb fennakadást. A másik, amit most Tarlós úrék kipróbáltak, és ami az álláspontunk szerint megbukott, hogy mindent egyszerre csinálnak, viszont ezért cserébe nagyon rövid idő alatt elkészül minden. És az volt a mondás, hogy azért kell gyorsan nekiugrani mindennek, hogy mire megjönnek júniusban a turisták, addigra minden legyen rendben. Na most ehhez képest a turisták már elmentek, és továbbra sem beszélhetünk arról, hogy a városban lévő nagy felújítások befejeződtek volna, hiszen szinte mindenhol komoly fennakadásokba, és ezeknek a rosszul menedzselt beruházásoknak okán fennakadásokba és útakadályokba bukunk. És hát volt egy sikerélményünk, a Szél-Kálmán tér kapcsán mi jeleztük, hogy az a több hónapos késedelem az egy komoly problémát jelent Bel-Buda életében, amelyre a reakció az volt, hogy leszették azt az óriás plakátot, ami 2016. februárra hirdette a megvalósulást, és később bejelentették, hogy ez majd valamikor május végén várható, valószínűsíthető. Na most ezek azok a problémák, amit, hogyha egy városvezetés előre tudja, hogy mekkora beavatkozásra készül, akkor vannak közlekedési szakmérnökök, akiknek az a dolga, hogy a forgalmat tervezzék. Tehát ne az autós találja ki a szerencsétlen az autóban ülve reggel vagy este, hogy akkor merre kell kerülnöm, igen, hanem mi lenne, hogyha közlekedési szakmérnökök által kidolgozott terv szerint menne a forgalom elterelése. Nem átbukdácsolunk az utakadályokon, hanem szakszerű tereléssel, térben és időben, jól informálva, jól tájékoztatva, mi is tudnánk, hogy mi, mikor, miért és meddig készül. Na most ennek a tudásnak mi ma nem lehetünk a birtokában. Az önök tudomása szerint ezek a hatalmas rekonstrukciók, mert tényleg az egész fővárost érintik, és az egész belvárost, tehát ugye Ferenciek terétől kezdve a Szél-Kálmán téren keresztül, hát lehetne sorolni, ugye a nyugati, tehát ezek nem kis pénzek. Na most ezek a beruházási összegek, ezek többek között uniós pénzek is egyébként? Ahogy utaltam rá, ezek szinte kizárólag Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek. Ennek a legnagyobb része uniós forrás, egy kisebb hányad a magyar forrás, és a legrosszabb hír, hogy ezek a források el fognak fogyni. Már a következő tervezési ciklusban, tehát az ezután kezdődő 16-17-től rendelkezésre álló forrásba, összesen 300 milliárdnyi közlekedésfejlesztési pénzt szán a kormány Budapestnek, és a 2020 utáni időszakra pedig már Budapest egy forintot sem fog kapni, vagy egy eurót sem fog kapni. Tehát rá vagyunk szorulva arra, hogy a mindenkori kormánnyal szemben vegyük fel azt a pozíciót, hogy igenis a napi 18 milliárd forint befizetett adónknak legalább az egy tizedét, vagy 20%-át itt kell hagyni a kormánynak, hogy azzal a budapestiek gazdálkodni tudjanak, hogy a saját ütemezésük szerint ne egybecsúszott beruházásokkal, hanem lehetőleg az itt élőket szolgálva a lehető legoptimálisabb életkörülményeket és működési feltételeket biztosítsunk. A normális városüzemeltetés az a városlakó számára szinte láthatatlan. Mm. Amikor pedig nagyon látszik, igen, az azt jelenti, hogy valaki rosszul tervezte meg ezeket a munkálatokat. Értem. No, menjünk tovább a főváros hajléktalanjaival kapcsolatban. Mit tudna nekünk mondani? Ugye emlékszünk arra, hogy a főváros 8. kerületben ugye voltak kisebb, nagyobb hát problémák, a hajléktalanoknak az elhelyezése, a közterületeken a való, hogy mondjam, életvitelszerű tartózkodások, etc. Most jelenleg hogyan áll a Fővárosi Közgyűlés a hajléktalanok problémáinak a kezelése, rendezése tekintetében? A kezdetekhez képest, ami csak hogy idézzük fel, 2010-ben a főpolgármester úr azt mondta, hogy 2 hét alatt ő rendet fog tenni a hajléktalan ügyébe, és el fogja üldözni őket az aluljárókból, ami persze így ebben a formában nem működik. Mert ha elüldözi a főváros az aluljárókból a hajléktalanokat, akkor az a magántársasházak kapuajaiba jelenik meg. És tulajdonképpen a probléma nem oldódik meg, csak áthelyeződik a, igen, közösségi térből, mondjuk egy társasház közösségébe ez a, igen, probléma.
Ezzel szerencsére a főváros vezetése is néhány hónapos vita és veszekedés és maga az élet próbája által megbizonyosodtak, hogy ez nem működő modell. Hát bocsásson meg, hogy a szobába vágtam, de azért nem árt, hogy ezt így megemlítem, és a kedves nézőink is valószínűleg ezt meg tudják erősíteni. Hát ma délután mentem a körúton, ugye az egyik körúton, és hát saját szememmel láttam a kapualjakban nem egy hajléktalan, életvitelszerűen ott élt, csemegézett, enni innivalót, és a többi, és a többi. Tehát ez egy valós probléma. Igen, ennek van egy generális problémája, tehát van egy oka, hogy az emberek hajlék nélkülévé válnak, hogy az utcára kerülnek. Tehát, hogy a szociális biztonság olyan gyenge lábakon áll, hogyha valaki megcsúszik, bármilyen jó állása is van, vagy volt, nagyon könnyen válhat hajléktalanná. Így van. Ami egy borzasztó dolog. Nem is beszélve a devizahitelesekről, ugye? Hát ők is beletartoznak, tehát akik elveszítették az otthonaikat, és hogyha ugye ennek a következő lépése, amikor valaki elveszíti a saját otthonát, hogy még megpróbál albérletbe boldogulni, aztán véletlen az egyik kereső elveszíti a munkahelyét, vagy mindkettő, akkor ott állnak a híd alatt, mert hogy nem tudják fizetni a bérleti díjakat. És az a baj, hogy a szociális háló az olyan mértékben elhalványodott, elvékonyodott, hogy ma egy átlag polgár joggal tart attól, hogy csak magára, a családjára vagy a barátaira számíthat, mert sem az önkormányzatra, sem az államra nem. Ez egy probléma. De egyébként maga a megoldás az ott van, hogy a társadalmi szolidaritás, tehát a biztonságérzetnek az az alapvető szintje, ami például Svédországban megvan, mert ott van egy olyan erős szociális háló, hogy mindenki tudja, hogy ha bármi történik vele, nem fog leesni a járda szintjére. Igen. Aki ott hajléktalan, az csak azért hajléktalan, mert valamilyen magatartásbeli szocializációs probléma miatt nem bír beilleszkedni a közösségbe. De ott a közösség viszont megteremti a feltételeit annak, hogy akkor milyen módon, milyen szociális támogatással, szociális lakbértámogatással és egyáltalán egy szociális hálóval megakadályozza ezt. Tehát én azt hívom jólétibb társadalomnak, ahol jobban odafigyelnek az emberekre. A hétköznapi problémákkal kapcsolatban sokkal jobban figyelnek a részletekre, és a hajléktalan ügyben Magyarországon is az a helyzet, hogy akkor oldódhat meg, ha nem is teljesen, de nagyjából teljesen a hajléktalan ügy, hogyha az állam, az önkormányzatok és a civil közösségek erre hangsúlyt fektetnek, és mondjuk úgy, hogy visszakísérik a társadalomba azt a polgártársunkat, aki egyedül, most családjával, feleségével, de elvesztette az uralmat a saját anyagi ügyei fölött, igen. Segítséget kell neki nyújtani, és még gazdaságilag is alá tudom támasztani, hogy ez az állam számára is hasznos. Például egy két gyermekes család, két felnőttel az utcán körülbelül 4,5-5 millió forintba kerül az államnak. A két felnőtt hajléktalan ellátása, a két gyermek állami gondozásba vétel után az ellátórendszerben való ellátása, ez körülbelül 5 millió forint. Ennyibe kerül az államnak és az adófizetőknek, hogyha egy hajléktalan család, valaki hajléktalan családdá válik. Nem velesleg akkor azokról a lelki terhekről, hogy a család szétszakad, és gyakorlatilag megroppan. Hogy utána abból a gyerekből mennyire egészséges felnőtt tud lenni, aki majd hát a jövő reménységeként ugyan oda kellene, hogy elérjen, hogy más ne jusson ilyen helyzetbe. Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amire érdemes egy komoly társadalmi vita után társadalmi választ adni, és nem csak zsigeri politikai válaszokat, hogy a hajléktalan megérdemli, mert ha ott van az utcán, akkor biztos ő tett róla. Ennél sokkal komplikáltabb az élet, mint hogy azt mondjuk, hogy már pedig a hajléktalanok leegyszerűsítő módon maguk felelnek a sorsukért. Ez nem igaz. Ahány hajléktalan, ugyanúgy, hogy mi is két külön személyiség vagyunk, annyiféle életsors és út juttatta őket oda. És a visszafelé vezető úton, ahol szociális segítséggel, mentorálással, szociális támogatással vissza kell őket kísérni a munkavilágába, az is egyedi megoldásokat igényel. Nekünk erre részleteiben kidolgozott programunk van, és azért mondtam, hogy hál' Istennek a főváros is elindult már, és a kormány is elindult már ezen az úton. Egy probléma van, hogy forrás viszont nem szár eleget. Értem. Nos, azért még megkérdezném a hajléktalanokkal kapcsolatban, de nem csak velük kapcsolatban, hanem a nagycsaládosok, a munkanélkülek és a többi,
hogy a közétkeztetés tekintetében, ugye nem csak a szállásról beszélünk, hanem hát azért az embereknek azért ugye fogyasztaniuk is kell valamit, az élethez ez is hozzátartozik, a közétkeztetést illetően a főváros tekintetében mi a helyzet? Hát a főváros érdemben nem vesz részt ebben a feladatban. Szóval ez is ugyanabban a körbe tartozik, amiről az előbb érintőlegesen beszéltünk. Igen. Egy városnak, egy országnak magának kell meghatároznia, hogy hol szabja meg a szolidaritás hálóját. Elnézést, hogy közben vagyok, megint a reklám következik, és utána megint folytatjuk. Nos, a közétkeztetéssel kapcsolatban, hát nem véletlenül kérdeztem rá frakcióvezető úr, ugyanis hát ugye a nagy valószínűséggel társadalmi szervezetek, egyesületek is alapszabályuknak megfelelően részt vesznek ebben, na de hát nekik is valahonnan elő kell teremteni azokat az anyagiakat, hogy a különböző aluljárókban, vagy különböző közlekedési gócpontokon olyan lehetőség birtokában legyenek, hogy mit mondjak esténként, ha nem is minden nap, de hetente mit mondjak egy-két alkalommal, azért több száz hajléktalannak vagy munkanélkülinek kiosszák ugye a vacsorájukat vagy az ebédjüket. Válaszuk kettét. A közétkeztetés az nem a köztéren való étkeztetést jelenti. Igen. Elnézést, hogy ezt Igen. helyre teszem. Tehát a közétkeztetés a szolgáltatást megrendelő nyugdíjasoknak, közétkeztetés az óvodásoknak, az iskolásoknak, a szociális alapon rászorulóknak, gyerekeknek, akiknek mondjuk hétvégén is biztosítani kell, ahol a szociális munkás tudja, látja, hogy a család nem tudja biztosítani a gyereknek a hétvégi meleg étel ellátását, Igen. akkor a közétkeztetésnek erre garanciát kell adni, és biztosítania kell ezt. Tehát ez egy hetes, 0-24-es ellátási forma. Ebben nagyon komoly hiányosságok vannak, még hogyha úgy tűnik, hogy a kormány kezd meghajolni a civil társadalom kiáltásai alatt, hiszen vannak olyan események, amelyek felhívják a figyelmet 100 000-es nagyságrendben meglévő gyermekéhezésre, gyermekszegénységre, akik akkor kapnak meleg ételt, amikor elmennek az óvodába hétköznapokon. Mekkora számuk lehet ezeknek az éhező gyerekeknek? Változó. Most természetesen a fővárosra értem. Nem tudom levontani a fővárosra, mert ez azért sokkal erőteljesebben vidéki probléma, bár fővárosban is jelen van, ezres, vagy mondjuk inkább 10 000-es nagyságrendben, de vidéken meg 100 000-es nagyságrendje van ennek. 100 000-től, amit a kormány is elismer, 400 000-ig, amíg mondjuk a statisztikák számolják, tehát akár 400 000 gyerek érintett ebben, hogy nem kapja meg rendszeresen azokat a vitamin tartalmakat az ételekben, azokat az anyagokat, ami az ő fejlődésükhez szükséges. Tehát ez a közétkeztetés része. Itt nagy levegő, és biztosítani kell azokat a forrásokat, ami hát a legalapvetőbb szükségletet, az éhezés elkerülését meg kell, hogy tudja oldani. A másik, amiről ön beszélt és utalt, az pedig a szociálisan legelesettebbek, a hajléktalanoknak az étkeztetése. Ez részben civil segítőkön keresztül a Máltai Szeretett Szolgálat, a Menhely, a Vöröskereszt, tehát számos a fővárossal szerződött civil szervezet. Tehát a fővárossal szerződtek ezek. A fővárossal két szervezet szerződött, a Máltai Szeretett Szolgálat és a Vöröskereszt, és rajtuk keresztül van együttműködés a többiek jelentős részével.
Egyébként ez többé-kevésbé működik, de hát inkább kevésbé, mint többé, mert ezek mind-mind a felületi kezelések, amiről beszélünk. Márpedig a megoldást az jelentené, hogyha egyedi programokkal visszakísérnénk azokat a hajléktalanokat, aki csak anyagi okokból veszítette el ezt a talajt a lába alól, visszakísérnénk az önálló életvitelbe, és akkor ő is járhat munkába dolgozni, ő is képes saját magát ellátni, ahelyett, hogy mondjuk látná ön a kapualjakba, ami nyilvánvalóan számára sem megoldás. A társasház lakói számára sem megoldás. Az önkormányzat számára sem, az állam számára sem. De nyilván a legkényelmesebb, hogyha egyébként meghagyja történni a dolgokat. Milyen a főváros közbiztonsága jelenleg? Hát folyamatosan romlik. Ezt még statisztikákkal sem sikerül elkendőzni. A közérzete a fővárosiaknak ennek megfelelően sajnos romlik, ezt a kutatások rendre kihozzák. Ez egy évek óta tartó tendencia. Ez nyilvánvalóan belterületeken, vagy a külterületeken? A közbiztonság és a megélhetési biztonság fura módon, de összefügg. Tehát amikor bizonytalanabbnak érezzük a jelenünket és a jövőnket, akkor sokkal érzékenyebben reagálunk, akár apró közbiztonsági momentumokra, és sokkal jobban megragadnak bennünk a negatív érzetek, és emiatt van az, hogy a közérzetünk az vélhetően sokkal rosszabb, mint a valós közbiztonsági helyzet. A statisztikákat azért nem érdemes ide citálni, mert ezeket ugye ismerjük Churchill óta, csak azt a statisztikát szabad elhinni, amit az ember saját maga hamisít. Én ezzel nem akarom megvádolni a rend statisztikai felelőseit, de ezzel együtt erős az érzés, hogy a közbiztonsági statisztikák jóval előrébb járnak, mint a tényleges közbiztonság. Na most azért még egy dolgot ezzel kapcsolatban szeretnék megemlíteni. Hát köztudomású, ugye, hogy hosszú-hosszú éveken, de talán évtizedeken keresztül, ugye, hírhet volt, most ezt megint idézőjelben mondom, hírhet volt a fővárosi kerületek között, ugye a 8. kerület. Ezt mindannyian tudjuk. Voltak ott olyan utcák, terek, ahol nagyon sokan mondták, hogy éjszaka majd, hogy nem életveszélyes volt ott egyedül járkálni, és ugye földszerelték a különböző kamerákat, és hát ezek a kamerák állítólag radikálisan megváltoztatták az utcai közbiztonság helyzetét, és ma már állítólag a 8. kerületnek túlnyomó többsége, vagy majd, hogy nem az egész, alapszinten, hogy mondjam, közbiztonságosnak mondható. Ezzel ön egyetért? Annyiban igen, hogy ahol kamerák vannak felszerelve, azok jelentős mértékben javultak, azok a közterek közbiztonsági mutatói. Ugyanakkor ahova kiszorította a kamera, mert ahol nincs kamera, ott viszont nyilván nagyobb arányban jelenik meg, tehát azért a bűn nem vész el, csak átalakul a földrajzi helye, és sajnálatos módon frekventált helyeket meg tud védeni kamerával, de ahhoz az egész város be kéne kamerázni, hogy ez érzékelhető. Az meg lehetetlen nyilván. Az meg egy kicsit nehéz lenne. Nem is a kamerák elhelyezése, mert ma már nagyon olcsók a kamerák, hogyha nem a szokásos állami közbeszerzésbe százszoros áron vásárolják, hanem a technikai személyzet, akit azért kell foglalkoztatni, hogy ezeket a kameraképeket kiértékelje. Talán emlékszik rá, éveken keresztül ment a vita, az önkormányzatok fejlesztették a kamerarendszereket, a rendőrség mivel nem kapott rá külön forrást, viszont nem tudta ellátni ennek a felügyeleti munkáját. És készültek a kamera felvételek, és nem nézte érdemben senki. Ez is változott, de többletforrást a rendőrség érdemben nem kapott, és ez még mindig probléma, és ezért nem fejlesztik mostanában érdemben a kamerarendszereket. Nos, menjünk vissza egy kicsit az előbbre, amiket kérdeztem, és amiről ön beszélt, ugye? Szóba került, és ezt ön is említette, a fővárosi futballstadionok ügye, ugye? Ugye a Ferencvárosnak a stadionja, ami vitathatatlanul nemzetközi, sőt világviszonylatban is, hát olyan beruházás, ami állítólag szakemberek szerint mindenütt megállna a helyét. Ez igaz, én nem is csak a főváros stadionjairól beszéltem, igen, hanem az ország stadionjairól. Igen. Amikor tényleg olyan jelentős problémákat nem tud orvosolni a kormány, mint a tömeges elvándorlás. És nagyon egyszerű az oka, azért, mert az ápoló 70-80 ezer forintért nem tud dolgozni a beteg
mellett, és kénytelen elmenni mondjuk Londonba ápolónőnek 5-szörös, 6-szörös, 8-szörös pénzért. Tehát ebben az esetben nem biztos, hogy 30 stadion építést kell rekordsebességgel befejezni, mert hogy nem ez lenne a prioritás. Nekem csak ez a bajom, és természetesen kiemelhetjük a Ferencvárosit, meg kiemelhetünk különböző stadionokat is. Lehet azt mondani, hogy igen, ezek nagyon szépek, csak a kérdést úgy kell föltenni, hogy vajon ez volt a legsürgősebb, amit meg kellett tennünk az itt élők érdekében. Ha erre a többségi válasz az, hogy igen, akkor nekem ezzel nincs bajom. De hogyha azt mondjuk sokan, hogy ha már a Ferencvárosi stadionról beszélünk, hogy itt van mellett az István László kórház, hogy talán azt fel kellene újítani. És akkor dönthessék el a környéken élők, hogy a stadion tartják előrébb valónak, vagy pedig az István László kórháznak a felújítását, vagy éppen a Heimpál kórház gyerekkórház felújítását. Tehát, hogy szerintem a kérdéseket így is érdemes föltenni, hogy mit tekintünk elsődleges megoldandó feladatnak. És elnézést, nekem a sport, a futócipő az egy nagyon könnyen elérhető sport, tehát az mindenkinek ad örömet, akinek egy futócipőt a lábára húz, de a stadion az már egy drágább sport, technikai sport, gyönyörű nagy objektum kell hozzá, világítással, székekkel, sok beléptetőrendszerekkel, és látjuk, hogy a Fradi stadionban egy átlagos meccsen ül 1500-2000 ember. Tehát biztos, hogy azért érdemes volt nagyon-nagyon siettetni ezeket a beruházásokat, hogy egyébként mondjuk 300.000 stadion férőhelyet, tehát néző férőhelyet hoznak létre, és ezen az országban összesen üldögél 30.000 ember. Tehát biztos, hogy ez volt a legfontosabb, vagy pedig akár az egészségügynek a rendbetételére kellett volna fordítani azt a több százmilliárd forintot, és mellesleg focipályákat építeni, mert az utánpótlás nevelés, az egészséges életmódra való nevelés, ezt nagyon fontosnak tartom. Erre amerikai kutatások is felhívják a figyelmet, hogy $1 befektetés ma az egészségbe, a sportba, az később, gyerekkorba és ifjúkorba, az később $3-4 megtakarítást jelent az egészségügyi ellátórendszernek, mert ha valaki egészségesebben él, akkor nyilván kevésbé betegszik meg, és kevésbé vesz igénybe az egészségügyi ellátórendszer. Tehát közgazdaságilag is alátámasztható, de ehhez önmagában nem stadionok kellenek, hanem sok-sok futópálya, sok-sok sportpálya, szabadidő sportterületek, ahol egyébként sokan sportolhatnak a kedvükre, és igen, legyen egy ekkora városba több stadion, de nem biztos, hogy minden klubnak önálló saját stadion kell, hanem lehetne egy szép nagy stadion, amit egyébként az összes klub használ, és akkor nem 300-an meg 2000-en üldögélnek egy-egy lelátón délutánonként, hanem mondjuk akkor tényleg összeverődik a városban a fotball rajongók egy népes tábora, akik megnézik a meccseket. Igen, engedje meg, hogy azért megkérdezem, hogy számos alkalommal itt az egészségügyről volt szó. Egyébként jelenleg a fővárosban az egészségügyi intézmények, beleértve a kórházaknak tendenciájában milyen a helyzetük? Az orvosok, az ápolónők tendenciájában javul a helyzet, stagnál, vagy rosszabbodik? Radikálisan romlik. A helyzet az, hogy az orvosok és az ápolók kiváló munkát végeznek. A nemzetközi összehasonlításban a felkészültségük kiváló. De egyre kevesebben vannak. És hát nem egy bonyolult összefüggés, hogyha kevesebb ápoló, kevesebb orvos próbálja meg az egyre nagyobb beteg anyagot, beteg állományt, tehát az embereket ellátni, akkor ez egyre nehezebb feladat. Tehát az, hogy egy ápolóra 30-40 beteg jut, az nem normális, mert nyilvánvalóan nem tud úgy mellettük lenni, ahogy arra szükség lenne. Ahogy mondjuk, ha egy londoni kórházba fekszik valaki, akkor nem ugyanazt a törődést kapja, egész egyszerűen azért, mert ott megvan annak a rendszere, ahol biztosítják a szükséges szakmai hátteret. Ezzel kapcsolatban volt a fővárosi közgyűlésen belül bármilyen vitanap a fővárosi egészségügyi helyzetét illetően? Hát vitanapot, igen? A vitanapot vagy a felszólalás? Felszólalás több is volt. Ennek kidolgozott programja van a részünkről. Többször kíséreltünk meg egyben egyébként vitanapot, de mivel a főváros volt az, amelyik felajánlotta az államnak államosításra a kórházait, ezért nem áll érdekükben ezt a kérdést érdemben kivitatni. Tehát mi többször tettük ezt napirendi kérdésként felszólalás tárgyává,
de a főváros vezetése ezzel nem akar szembenézni. Neki kényelmesebb volt, hogy az iskolákat államosították, a kórházakat államosították, nem az ő problémájuk. De ez azért butaság, mert az itt élő közel 2 millió ember, mert ugye sok budapesti mellett azért lakik itt 200-300 ezer nem feltétlen állandóra bejelentett polgár, aki itt tanul, itt dolgozik, átmenetileg itt él. Tehát ez egy 2 milliós város. Na most egy 2 milliós városban van egy felelősség, egy város vezetői felelősség, hogy nekem az a dolgom, hogy az itt élők érdekében biztosítsam az egészségügyhöz való hozzáférésnek a biztonságát, az oktatáshoz való hozzáférésnek a minőségét és biztonságát, a közlekedéshez való hozzáférés minőségét, biztonságát. Tehát van egy sor feladat, amit egy városvezetésnek garantálni kell. Na most, hogyha ezt lepasszolja azzal a felkiáltással, hogy hát akkor ezt csinálja inkább az állam, mert úgy sincs rá elég pénz, nem tudom megoldani. Ez azt gondolom, hogy felelőtlenség, mert egy város vezetését, egy önkormányzatot általában azért választanak egy településen, mert azt gondolják, hogy az ő dolga az, hogy megoldja azokat a szolgáltatásokat, ami nekem polgárként fontos.